mai gyakorlaton talajelőkészítést fogunk csinálni. Két nyári dísznövények kiültetéséhez a talajt felástuk, megrotáljuk, utána ki kéne jelölnötök ágyásokat, és folytatjuk a két nyári a kiültetését. Törökszekhű lesz az ágyásokban. Vágott és ültetett virágok, haszon és dísznövények, gyümölcsök, zöldségek, kerti kövek. Nem csak a törökszekhűről tanulhatsz, ha a kertésztechnikus szakmát választod. A kertésztechnikusi képzés keretében 5 évesen lett a képzés, 2 év mezőgazdasági alapozással indul a képzésünk, és akkor a 12. év végén érettségiznek, és a legvégén technikusi bizonyítványt tudnak szerezni. A 2 év alapozás után először ágazati alapvizsgát kell tenniük, és utána tudnak szakirányt választani, ami lehet parképítő fenntartó, dísznövénykertész, virágkötő, gyümölcstermesztő, zöldségtermesztő és gyógynövénytermesztő szakirány. A mai óránkon a mikroszaporítás témakörével fogtok megismerkedni a gyakorlatban. Ez a dísznövénytermesztésen belül egy nagyon fontos szaporítási mód. Ennek az a rettenetesen nagy előnye, hogy fertőzésmentesen és időjárástól függetlenül tudunk növényeket szaporítani. A kis növények 6 hét múlva ilyen gyönyörű gyökérrel rendelkeznek. Először ti elkezditek a plektantuszt cserepezni. Először megtöltjük a cserepet félig, majd megfogjuk így a növényt így levél alatt, belelógatjuk a cserépbe, és így kézzel így köré csinálunk egy kis dombot, majd 4 ujjal tömörítünk, kicsit oldalt megütögetjük, és belerakjuk a szaporítóládába. Tantárgyaink azok elég széles körűek, elsősorban a szakiránytól is függenek. Dísznövénykertész szaktantárgyak vannak, hogy hogyan szaporítjuk a szabadföldi és az üvegházi dísznövényeket, hogyan tudjuk ezeket felhasználni dekorációs célokra vagy alkalmakra. És a gyógynövénytermesztés most egy nagyon felfutóban lévő szakirány, és ezeknek a termesztéséről, felhasználásáról kaphatnak itt felvilágosítást, illetve tanulmányaik során kapnak róla információt. Most egy gömbformájú virágdísz fogunk készíteni. Szépen előkezelt virágokat belehelyezzük a vízes tüzehabba, és akkor így körösen, ahogy adja nektek ez a formáját, és belehelyezitek. A második év végén az addigi tapasztalatok alapján tudják eldönteni a diákok, hogy milyen irányba szeretnének tovább képzésben részesülni. A technikusi bizonyítványal a tovább tanulás sikeressége jobban megalapozott. Szárazon rakott támfal értékelése, bekötő kövek használata, oldalról megnézed, hogy belenyúlik-e a talajba. Ez már az egyik gyakorlati óra a kertésztechnikus képzés parképítő és fenntartó szakma irányán. Ha kreatív vagy és szeretsz építeni, ez a te szakmád. A parképítő és fenntartó képzés során 3 nagy alappillére van a képzésnek, az egyik a növényismeret, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki tudja azt, hogy milyen növényt tervezzen, azt a növényt, hogy telepítse, és azt a növényt, hogy ápolja a kertekbe. A másik fontos tantárgy a fenntartás, tehát hogy a megépült vagy letelepített növényanyaggal évről évre, szezonról szezonra mit kell tenni. A harmadik nagyon fontos láb az építés, ezt kerttechnikának hívjuk, itt megtanuljuk, hogy hogyan kell építeni útburkolatot, lépcsőt, medencét, kerti tavar, vízkitöréseket, tehát bármelyik elemét ezeknek a közterületeknek, amit talán úgy ismer mindenki, hogy a parkok és kertek és házi kertek, ezeknek az elemeit hogy kell kivitelezni. Átfogó kövek használata, ugye a két kő között fölül átfogja. Itt jellemzően olyan fiatalok vannak, akik szeretik a természetet, szeretnek építeni, kreatívak, kötődnek a növényekhez, úgyhogy ezeket a fiatalokat várjuk. Különböző vízfelületek, vízarchitektúrák kialakításától, az asztalos munkán keresztül, a könyves munkán keresztül, burkolás, nagyon sok minden, és ez is adja meg a varázsát, hogy rengeteg szakmát tudunk megtanulni, miközben akár csak tanuljuk ezt a szakmánkat, vagy hogyha éppen egy versenyre készülünk. Ha megszerezték a bizonyítványt, akkor az elhelyezkedésük számukra nagyon széles spektrumú, széles alapokon biztosított, mivel állami cégeknél, itt Budapesten a Főkertnél, a temetkezési vállalatnál és a strandfürdőknél is biztosított a gyerekek elhelyezkedési lehetősége, valamint a továbbtanulás pedig a Kertészeti Egyetemen, az Agrártudományi Egyetemen, illetve az összevont most nagy egyetemre is tovább tudnak tanulni. Azért választottam ezt a szakmát, mert apukámnak dísznövénykertészete van, és én is ezt szeretném
tovább folytatni. Örülnék annak, ha olyan helyen is tudnék dolgozni, mint egy kastélykert, ahol nagyon szép formára nyírt sövények és fák vannak, és virágágyások. Én nagyon szeretem az ilyen barokkosabb, meg régiesebb stílusú kerteket is. A parképítő és fenntartó, vagy köznéven kertépítő szakemberekre nagyon nagy a kereslet. A legtehetségesebb diákokat már 9-től hívják ki munkákba, hiszen óriási szakemberészség van. Mindenkinek van arra igénye, elvárása, akarata, kedve, szeretete, hogy a kertét széppé varázsolja, és ehhez egy szakembert hív meg. Ezek vagyunk mi. Annak ajánlom ezt a szakmát, aki kitartó és kreatív, mert nagy nehézségekbe lehet ütközni egy-egy kivitelezés során, viszont ezek, hogyha megoldódnak, akkor gyönyörű végeredménye lehet mindennek. És nálunk a kertek nagyon hamar formálódnak, a nap végén mindig egy kész alkotással tudjuk zárni a napot, úgyhogy a kreativitás, az alkotás és a természetnek a hármassága, ami szerethetővé teszi ezt a szakmát. Ha kellemes, nyugodt környezetben kreatív, rugalmas és változatos munkát szeretnél, akkor jelentkezz a kertésztechnikus képzés dísznövénytermesztő, virágkötő vagy parképítő és fenntartó szakmairányaira.